Itt állunk a Gyöngyvirág utcában, amely az én képviselői körzetembe tartozik. Abból az apropóból, hogy elkészült a lakosság által régóta várt járdaépítés. Ezúton is köszönjük a Városüzemeltetési Osztály dolgozóinak és a munkában részvevő szakmunkásoknak a segítségét. A lakosság már igen régóta szeretett volna járdát ebben az utcában, ahol, amint a képeken is látszik, még igazából aszfalt sincsen, tehát itt ősztől tavaszig igen nagy sárban tudtak csak közlekedni az itt élők. Ez az utca egy kicsit elhanyagolt utcája a településnek, mivel valamikor réges-régen lakossági kezdeményezésre történt itt az utcanyitás, és tulajdonképpen egy zsákutcáról van szó, körülbelül 20-22 ingatlannal, bár ebből nem mint lakott, néhány kert is található itt. Mikor 2010-ben képviselőnek megválasztottak, akkor a Gyöngyvirág utcaiaknak is ígértem, hogy igyekszem közreműködni abban, hogy végre legyen járdájuk. Ezt most sikerült elérni. Ez a beruházás milyen anyagi konstrukcióval valósulhatott meg? A testület döntése nyomán a lakosságnak hozzájárulást kellett fizetni a járdaépítés költségeibe. Durván a költségeknek, nem emlékszem a konkrét számokra, de gyakorlatilag egy 30-40% az, amit a lakosságtól várt volna az önkormányzat. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy 3000 forintot kellett hozzájárulásként befizetni folyóméterenként, és ez egy ingatlanra lefordítva azt jelenti, hogy 20 és 30 ezer forint közötti összeget, hiszen lehetőség volt arra, hogy illetve nem lehetőség, hanem igazából az volt a testületnek az elvárása, hogy az utca mindkét oldalán élők szálljanak be a járdaépítés költségeibe, annak ellenére, hogy csak az egyik oldalon lehet műszakilag és anyagi lehetőségeinkhez is mérten megvalósítani a járdát. Annak ellenére, hogy nagyon kedvező konstrukciót ajánlott az önkormányzat, mégis lehet látni, hogy nem mindenki előtt készült el a járda. Így van, sőt a testületnek módosítania is kellett egyszer a határozatát. Az eredeti határozat szerint 100%-os részvétel esetén indult volna el egyáltalán a járdaépítés. Én egész nyáron jártam az utcát, lakossági fórumot is tartottunk, és többször is beszéltem minden ingatlan tulajdonossal. Láttam, hogy nem fog összejönni a 100%, bár elég sokan befizették a hozzájárulást, ezért ismét felvetettem és előterjesztést nyújtottam be a testületnek, hogy módosítsuk a korábbi döntésünket, és ennek az lett az eredménye, hogy elfogadtuk azt, hogy aki befizette, ott megépül, aki pedig nem, ott nem. Itt tartunk most. Sajnos az utcabeliek is tapasztalják, hogy egy-két ingatlan előtt kimaradt a járda. Ez főleg olyan ingatlanok esetében történt meg, ahol a tulajdonos azt az álláspontot képviselte, hogy ő megcsinálja magának, nem kíván élni az önkormányzat ajánlatával, vagy mert sokalta, vagy mert más kivitelezésű járdát gondolt oda a saját portálja elé, teszem azt térkőből például. Viszont hát itt vagyunk lassan november végén, és hát sajnos azt látja a lakosság is, meg az önkormányzat is, hogy nem történt meg a járdaépítés a lakos önálló kivitelezésében. És mit fog tenni az önkormányzat? Ez egy nagyon jó kérdés. Épp most ért véget a novemberi testületi ülésünk, ahol napirend utáni felszólalásomban jeleztem, hogy ezt a témát valószínűleg újból kell majd tárgyalni. Én azon az állásponton vagyok, hogy lassan egy éve kezdeményeztem magam is ezt a járdaépítést. Kora tavasszal volt valamikor lakossági fórumunk,
a lakosok egy döntő része nagyon szeretni a járdát, és a kezdetektől támogatott, valaki pedig akadályozza ezt az egészet. Az imént is egy jó példa erre, hogy kijön az egyik ingatlan tulajdonos, és mondja, hogy ő nem fog befizetni, mert nem lehet használni ezt a járdát, hogy valahol kimarad egy szakasz. És pont az mondja ezt, aki ő maga sem fizette meg a saját ingatlanára eső hozzájárulást. Úgyhogy a kérdésre válaszolva, én magam lehet, hogy azt fogom kezdeményezni, hogy akkor legyen ráterhelve az adott ingatlanokra. Ez valószínűleg elég komoly feszültséget fog okozni a lakosok között. Hát sajnos a feszültség az így is meg lesz, mert látszik, hogy azért döntő többségben befizették a lakosok a hozzájárulást, és egy-két vagy maximum három ingatlan előtt hiányzik még a járda, bár vannak még akivel anyagilag rendezni kell a kérdést. De most joggal vannak felháborodva például az utca végén élők, hogy ők befizették, és nem tudnak végig menni az utca elejéről a saját ingatlanukig, mert van két-három olyan ingatlan tulajdonos, aki nem tartotta be a szavát. Én úgy gondolom, hogy kis lépésekben is lehet haladni, sőt, hogyha nem tudunk egyszerre mindent megoldani, akkor a kis eredményeknek is örülni kell. Ebbe az utcába eddig se járda nem volt, a csapadékvíz elvezetés sincs igazán megoldva, és hát aszfaltos útburkolat sincsen. Néhány lakó jelezte is, hogy ő azért nem ad be a járdába, mert inkább az aszfaltozásba szállna be, bár hozzáteszem, hogy az nyilván nem 20 ezer forintokba, hanem mondjuk 180 ezer forint körüli összeget kerülne, illetve valaki a csapadékvíz elvezetésére panaszkodik. Én aláírom, hogy ezek is hiányoznak ebben az utcában. A lakosság hozzáállásából én kétféle tanulságot vonok le. Az egyik az, hogy vannak olyan lakók, akik kompromisszumkészek, és tevékenyen hajlandóak is beszállni az esetleges költségekbe. Viszont mindig lesz egy-két olyan ember, akivel nehéz lesz megállapodni. De természetesen továbbra is vállalom, hiszen még két évig mindenképp képviselője leszek ennek a körzetnek, amiben ez az utca is tartozik, hogy én továbbra is fogom képviselni a Gyöngyvirág utcaiak érdekeit.